Hát akkor köszöntöm a társulat megjelent tagjait és vendégeit ezen az estén, és most egy ilyen kis könnyed, vagy legalábbis én úgy gondolom, előadást fogunk hallgatni erről a témáról, hogy erotika az érmeken. Az erotika az mindig volt, feltehetőleg lesz is, és mindenhova beteszi a lábát, így értelemszerűen az éremművészetben is, még művészetbe is. Úgyhogy most megkérem Bene Attilát, hogy akkor beszéljen nekünk a erotikus érmekről. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Ez az előadás talán egy kicsit más lesz ahhoz képest, mint amiket korábban tartottam már, hogy reklámozhatom magamat. Ennek az egyik oka az, hogy alapvetően, bár ez remélem annyira nem fog látszani, de nem tudtam olyan jól felkészülni, mint máskor, mégpedig azért, mert a cím is egy kicsit megtévesztő, nem általában az érmeken szereplő erotikáról fog szólni igazából ez az előadás, hanem elsősorban azokról a érmékről, amik pénz vagy pénzhelyettesítő funkciót töltenek be, és majd a végén lesz néhány mondat a művészi érmekről. Ilyen értelemben pedig a felkészülés hiányossága egy sajnálatos módon az a tény alapozta meg, hogy ez a téma az egyébként pénzként vagy pénzhelyettesítőként használt érmeken viszonylag ritkán jelenik meg, bár azért majdnem minden korból fogunk ilyet találni, de valóban az érem, és itt most hangsúlyozottan nem művészetnek, hanem a készítésnek ebben az ágában mondjuk ezek az ábrák nem annyira, vagy ábrázások nem annyira jellemzőek a fizetési funkció miatt. Azért itt mindjárt sikerült egy darabot így kezdenek felrakni, ami egy tulajdonképpen egy ilyen ónbárca, a pontos funkciója azzal együtt meghatározhatatlan a dolgnak, nem lehetett megtalálni. Először azért a tudományos megalapozása jön a dolgoknak. Mi is az erotika? Ugye ez egy görög eredetű szó, amelyik Érosz Isten nevéből ered, és hát az erotika a görögök szerint a szerelem tana volt, a művészetekben pedig hát ilyen értelemben a szexuális tartalmú vonatkozású az érzéki benyomást keltő művek kifejeződéséhez, vagy kifejezéséhez tartozik. De ez azért is fontos egyébként, ez a bizonyos erotikus tartalom, mert majd később azért egy pár szó erejéig erre is kitérünk, hogy például a 19.-20. században elég szép számmal készültek, de korábban is adott esetben olyan érmek, ahol mitológiai jelenetek, vagy adott esetben a Bibliában található történetekkel kapcsolatos ábrázások vannak, és bizony van mesztelenség is, de erotikának nyoma nincsen ebben a történetben, tehát hangsúlyozottan vigyázott az alkotó arra, hogy itt ennek ezeknek az érmeknek a mondani valója, az a megfelelő vallási vagy bibliai tartalommal legyen összhangba, és véletlenül se ébreszem fel a szemlélődőben erotikus hát gondolatokat. Az előadás címének meghatározásakor egyébként volt némi hezitálás, hogy most akkor az erotikáról vagy a szexualitásról legyen ez szó az érmeken. Végül is ezért fogalomként magának a szexualitásnak a meghatározása is ide került. Ugye, mint hogy a szexualitás magával a nemi tevékenységgel kapcsolatos fogalmakat takarja, az erotika ebbe a történetbe szépen belefér, viszont az ábrázolásoknál mondjuk két egymást jól érző tücsök is felkerülhetne. Ilyen értelemben nyilván ezek az érmek itt nem fognak megjelenni. Ugyanakkor a művészeket a kezdetektől megfogta az erotika, és a kezdetektől találhatók erotikus ábrázások, ugye ez még mindig a nagyobb kitekintés helye nem csak az érmeken, hanem mindenfajta más művészeti ágban, így például már a paleolitikus barlangokban is találhatók egyértelműen erotikus töltést hordozó ábrázolások. Műalkotásoknál járunk még mindig, ugyancsak a felkészülés egyében megpróbáltam a tudományos, vagy hát megalapozó szakirodalmat meglelni. Hát könyvtári kutatásaim során két könyvre találtam rá, ami talán segítséget adhatott volna. Az egyik az Erotika képes története. Ez a világ egészéről szól. Nagyon izgalmas könyv, rongyosra olvasták, ezt tanúsíthatom. Egy helyen tudtam csak kikölcsönözni, és eléggé lepusztult állapotban volt a könyv. Érdekes elképzelése volt a szerzőnek egyébként, vagy hát a szerkesztőnek a művészetekről, mert gyakorlatilag csak képekről, grafikákról, festményekről beszél benne, immel ám a szobrokról is. Én azért még tudok néhány művészeti ágat, hogy csak egyet mondjak, az érmészetet, ahol lehetne valami ilyen jellegű ábrázolást felsorolni, ha már az ember a világ 2000 éves művészetét foglalja össze, de ez valahogy kimaradt belőle. A másik könyv az kimondottan a magyar
művészetekben megjelenő erotikáról szólt. Ezt a könyvet viszont egyáltalán nem lehetett kikölcsönözni a Szabó Ervin könyvtárba, ugyanis törölték, mert azt annyira szétolvasták a tisztelt olvasók, hogy meg kellett, tehát kivonták a forgalomból, és ez a könyv nem volt sajnos hozzáférhető, nem is írtam fel a címét. És végül van még egy harmadik szakirodalom, ez Kovásznai Viktoriának a egyébként numizmatikai közlönyben megjelent cikke 2006-ban, ez a Női Akta Magyar Érem Művészetben a 20. század elején. Ez mondjuk itt az előadás szempontjából azért érdekes, mert ugyan nem a... Tehát ugye ez a művészi érmekről szól, és én mint hangsúlyozottan mondanám, hogy itt majd mindjárt, amik következnek, azok a művészietlen érmek lesznek. Tehát ezt egy kicsit lehet is mondani. Az a terület, amiről beszélni fogok, ott nem a legjobb ére művészeket foglalkoztatják, ez majd látni lehet néhány kivételtől eltekintve. De attól függetlenül ebben a írásban nagyon érdekes dolgok vannak leírva arról, hogy a mesztelenség és az erotika között mennyire és milyen kapcsolat van, vagy éppen nincs. Tehát ebből a szempontból mindenképpen érdemes, akit ez a téma érdekel, ezt a cikket elolvasni. És hogy most már egy kicsit közelítsünk az érmekhez, először az ilyen kisebb alkotások és az ezüstműves dolgok terén egy serleg látható a képen, ami az utóbbi idők egyik nagy vitáját kiváltó műtárgya. Horribilis összegekért cserélte ez az utóbbi időben gazdát, és a leghorribilisebb összegért a British Museumban kötött ki. Állítólag a mai napig vitatkoznak, hogy ez most eredeti, görög vagy sem. Mindenesetre a rajta látható ábrázolás meglehetősen erotikus. A görögök egyébként is minden műalkotási, vagy mindenféle művészeti ágban erotikus alkotásokat szép számmal helyeztek el, hiszen a mitológia, egyáltalán az erotikához való viszonyuk miatt ez gyakorlatilag a mindennapi élet része volt azon a szinten is, hogy a művészeti alkotásokon megjelenjen. Ugye a felső kép az egy váza, az alsó kép az már nem görög, hanem, de még mindig ókor, ugye ez római ábrázolás, egy freskó részlet Pompeiből. Nagyon jó kiállítású képeskönyvek jelentek meg a Pompeiben talált freskókról, illetve mozaikokról, amiknek egy meglehetősen jelentős része kimondottan erotikus tartalmat hordoz, illetve egy másik nagyon érdekes könyv jelent meg még Pompeiről, a fali firkákról, ahol az egészen elképzel, ott kimondottan obszcén dolgok is vannak, de mindenképpen erotikusak. Nagyon érdekesek, hogyha valaki foglalkozik a területtel. Ez viszont már pénz. Ugye az ókori görögöknél tartunk, ez egy Thasosi statér. Ennek rengeteg változata van, majd többet is meg fogok itt mutatni. Úgy itt azért még alapvetően mitológiai jelenetről beszélünk, egy nimfának az elrablásáról, de hát eléggé félreérthetetlen erotikus jelenetről van itt szó. Ezt a következőért tettem ide. Ha valaki nagyon megfigyeli a nimfát, ennek a nimfának itten szakála van. Én szerintem nem mindenki szokta ennyire alaposan megnézni a görög pénzeket, de amikor az ember egy ilyen területen kutat, óhatatlanul előkerül egy pár ilyen érdekes ábrázolás, de ez nem rosszul van megcsinálni, ez konkrétan szakállas. Erről sok mindent lehet gondolni, de visszatérve az előbbi váza ábrázolásra, meg az ivó kupára, én azt gondolom, hogy a párhuzamok mondjuk legalábbis adottak. És itt van ugyanennek a statinak egy még újabb változata, és itt most azért mellé raktam egy egészen más jellegű művészeti ábrázolást is. Én azt gondolom, hogy a régi görögök, amikor a mitológiai jeleneteket megvésték egy-egy érmen, akkor azért a valósággal való kapcsolat igen erős volt, hiszen maga a mitológia is, illetve a görögök viszonya isteneikhez, meg az isteneik viszonya a görögökhöz, az meglehetősen antropomorf és emberi volt. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez a két ábrázolás egymástól igen nagy időbeli különbség, egy jó 1500 éves különbséggel nagyjából ugyanazt mutatja. Tehát annyira újat nem fedeztünk fel azóta sem. Ugye a rómaiak a görögöktől nagyon sok mindent eltanultak, és náluk is megvolt a maga vallási vonatkoztatása a nemiségnek és az erotikának. Itt hirtelnyében három tárgyat raktam föl, egy falosz alakú mécsest, egy falikus csengetyűt, ez külön érdekes a rajtlovagló nőalakkal, és hát van egy bordélyházi jelenet, ami egy féldombormű. Ugye ez mind azért érdekes, mert mindjárt mutatok olyan érmeket, ahol ezek a dolgok szépen visszaköszönnek.
Azért azt nem szabad elfejteni, hogy amikor ezeket látjuk, akkor ezeknek a termék, főleg a, például a faluszalkú mécses és a csengettyű, az a termékenységi ritusokkal összefüggésben álló, egyértelműen vallási jellegű ábrázolás, csak hát pont amiatt, ahogy a görögök a maguk vallásosságát megélték, és a rómaiak is a maguk vallásosságát megélték, egyszerűen nem lehet elzárni vagy kizárni ebből a témából magát az erotikát, hiszen ezek a történetek nagyon is összekötődnek egymással. A rómaiak pénzverésében két elkülönül, vagy éremverésében két elkülönül területen lehet erotikus érmekkel találkozni. Az egyik terület, és erről látható itt két érem, az a konkrét pénzverés. Ez persze, ha ránézünk, vallási ábrázolás egyértelműen, hiszen a érmeken látható alak az Priapos, egy isten. Termékenységi kultusszal összefüggő dolog ez is. Nagy érdekessége, vagy legalábbis számomra érdekessége ennek a dolognak, hogy mind a két velet koloniális velet, tehát nem abban az értelemben nem eredeti római, hogy valamelyik görög városállamban született meg. Ehhez képest a rajt látható ábrázolás azért már római isten. Másrészt férről és feleségről beszélünk az érmen, tehát ez is szerintem egyfajta érdekes kapcsolata két érem között. De hát egyértelműen erotikus ábrázolás. És hát ez egy nagyon érdekes terület a rómaiaknál, ezek ugye bárcák, ha úgy tetszik, bár ennél sokkal szebb nevet adtak nekik, Spintriának vagy Tesserének nevezik őket. Igazából a mai napig nem jutottak döntésre abban a hozzáértők, hogy ezek az érmek mit célt is szolgáltak azon kívül, hogy valami kézzel fogható funkciójuk volt. Pillanatnyilag azt gondolják róluk, hogy ezek bordélyházi bárcák. Az érmek túloldáról is majd mindjárt mutatok valamit, nagyon egyszerű a túloldal egyébként, általában egy latin szám van rajt, azt hiszem a legmagasabb 17, de majd ez ki fog derülni, tehát egytől indulnak ezek a számok. Viszont a maga az érmen lévő ábrázolás az gyakorlatilag egy kámaszutra kicsibe, vagy hát ha a kámaszutra volt az indiaiaknak, akkor ugye a rómaiaknak is megvolt a maguk elképzelése arról, hogy mit, hogyan és hányféleképpen lehet csinálni egy hálószobában, és nagyjából ezt mutatják be ezek az érmek. Amiket itt mutatok, ezek másolatok. Itt ugye az volt a szempont, hogy jól láthatóak legyenek az érmek, de azért mutatok néhány eredetit is. Ezek eredetiek. És itt látható a túloldalon látható, vagy az érmek túloldalán látható értékjelzés, illetve hát legalábbis azt gondoljuk, hogy értékjelzés most, de igazából, mint mondtam, nem lehet pontosan tudni, hogy ezek mire szolgáltak ezek az érmek, csak gondoljuk, hogy bordélyházi bárcák. A feltevés kézenfekvő, ugye a rómaiak abban is különböztek talán egy kicsit a görögöktől, akiknél a hetéráknak ugye fontos szerepük volt a társadalomban, hogy mint annyi minden mást, egy kicsit a bordélyházak terén és az intézményesítés irányába haladtak a rómaiak, tehát megvolt annak is a maga helye, ilyen értelemben ott megvolt annak is a bárcája, és ez azért érdekes, mert a bordélyházak azt a fajta történelmet, amit mi ismerünk itt Európában is szépen végigkísérik a rómaiaktól gyakorlatilag a mai napig, és ez azért érdekes, mert majd látszik ez az érmek körében is. Ha valaki ezzel a területtel szeretne foglalkozni, igen, jó könyvek születtek, jó kiadványok az utóbbi időben. Itt hirtelnyében hármat soroltam fel, mindegyik nagyon jó képanyaggal osztályozza ezeket az érmeket, és igen, szépen mutatja az egyes kibocsátási szériákat, mert a kiadók szerint, vagy az egyik kiadó szerint úgy tűnik, hogy ennek egy ilyen 20-25 különböző kibocsátása volt. Tehát ez egy viszonylag hosszú időn keresztül megjelenő éremtípus lehetett. Teszünk egy kis kitérőt, ugye itt az én előadásaim jellemzően meglehetősen Európa-centrikusak. Itt azért próbáltam egy kicsit kitekinteni másfelé is. Nem sok sikerrel az, az igazság, tehát nem, bár ott különböző megfontolások alapján egészen más a hozzáállás ebben a korszakban az erotikához, de nem sok érmet találtam, viszont az látható, hogy a kínaiaknál is megjelentek azok az érmék, amik pénz mintájára igazából ilyen szerencsés termékenységhozó amulettek voltak, és ezeken láthatók erotikus ábrázolások. Mind a kettő ilyen, ugye a Qin dinasztiánál egyértelműen belőhető egy időszak,
Én azt gondolom, hogy aki jobban ért a kínai pénzekhez, talán ennél szűkebben is meg tudja mondani, honnan származik ez a, vagy melyik időszakból származik ez az érem. Megmondom őszintén, abban a négy kis jelből nem fogom tudni ezt megmondani. A felső az inkább ilyen pénzszerű, az alsó az egyértelműen amulett formájú darab, hiszen a kínaiak azért a pénzeiket kerekre csinálták. Az amulett meg láthatóan nem annyira kerek, hanem kicsit ki van egészítve. Visszatérünk az óvilágba, megint néhány kisebb ilyen műalkotást mutatok, mert azért vannak rokon területek. Ugye az egyik a kisplasztikáknak a területe. Látható egy erotikus fejábrázolás, ez öntött bronz. A másik pedig Európa elrablását mutatja, az egy pecsétnyomó, vagy egy gemma, ezt a csoda se nem tudja melyik végül is, de ugye a régi rómaiak, görögök is hordtak olyan gyűrűket, amely gyűrűket tulajdonképpen névjegyként használtak azonosításra, ezek voltak ezek a bizonyos kis pecsétnyomók, kámeák, illetve abból a szempontból is kerültek elő érdekes műalkotások, hogy borostyán, nem is annyira borostyánból, hanem nem jut eszembe a... Ez egy féldágak, viszonylag... Például abból is, így van, csináltak olyan véseteket, ahol az erezetet kihasználva nagyon szép ábrákat tudtak létrehozni, ezeket hívjuk gemmáknak. Ezeket is egyébként tulajdonképpen használták pecsétnyomóként, nem csak díszként. Ezekből igen szép gyűjteményeket lehet itt-ott látni. Hát ugye még nem olyan régen jártunk, ugye így van Carnuntumban, ott egy igen szép gyűjtemény volt a csak ott fellel darabok közül, bár ott nem emlékszem, hogy lett volna erotikus témája ábrázolás, de én magam is megvettem azt a kis könyvecskét, ami pont ezeket a gemmákat ábrázolta, amiket ott találtak. De hát ez már majdnem érem végül is. És azért próbáltam ezt mutatni, mert ugye az ókor után egy elég hosszú időszak van, amíg az erotikus ábrázolásoknak, hogy mondjam úgy, nem nagyon volt tere. De azért egy idő után ezek újból megjelentek, hiszen ha van egy olyan emberi tevékenység, ami végül is naponta végig kíséri az életet, az előbb-utóbb meg fog jelenni a művészeti alkotásokban, és is, így az érmeken is. És itt most Európában kalandozva néhány nagyobb nemzetnek mutatom meg azokat a jellegzetes ábrázolásait, amit mint erotikus ábrázolás azért meg lehet találni. A briteknél ez tipikusan a Lady Godiva ábrázolásoknak egy igen széles köre. Lady Godiva egy ténylegesen élő hölgy volt, akinek a férje meglehetősen keményen vezette Coventry városát, és az ottani akkor is jellemző túladóztatás ellen az érzékeny lelkű hölgy tiltakozott, és a tiltakozásnak egy elég sajátos formája volt, amikor már sehogy nem tudott férjúrával dülőre jutni, hogy azt mondta, hogy ha nem fogja az adókat enyhíteni az embereknek, akkor ő pedig mesztelenül fog végig lovagolni az utcán, úgyhogy csak a hajába burkolózik. Ezt a monda szerint egyébként meg is tette, és ez jelenik meg nagyon sok érmen, nem csak Coventryből származó penin. Amit mutatok viszont még azért érdekes, mert a briteknél nagy hagyománya volt a nem állami verető apró pénzeknek, ezeknek az úgynevezett tokeneknek, amik jellemzően fél és egypenny súlyban voltak, de ennél egyébként nagyobb súlyban, meg akár ezüstben is készülhettek, vagy magasabb címletben, meg ezüstben is készülhettek, de ezek a legjellemzőbbek, ez egy félpenny is. Nagyon sok változata van. Hát aztán, ahogy telt múlt az idő, a briteknek is megváltozott a véleménye arról, hogy mit kell rárakni egy éremre, ha erotikus ábrázolást akarnak. Ma már Lady Godivát brit érmeken nem nagyon látni. Ellentétben azok a bizonyos bordélyházi bárcák megjelennek olyan szövegekkel, amiknek maga a tartalma is, ugye, amit ma megtehetsz, ne haraszt holnapra. Ezek a felső az egyértelműen egy bordélyházi bárca, az alsó, ennek már semmilyen kapcsolata igazából bordéllyal nincsen, ez csak egy úgynevezett fantázia érem, ami a mostani gyűjtők számára nem annyira újdonság. Az utóbbi időben egyre több szervezet, személy gondol egyet és veret mindenféle pénznek tűnő, de igazából semmiféle pénzfunkciót nem szolgáló úgynevezett fantázia pénzeket, érmeket. Ez egy ilyen. Ez azért érdekes, még talán, mert az euró az egy új,
az euró bevezetése az tulajdonképpen az egész világon egyfajta új pénz stílust indított el, hát meg lehet nézni, hogy némelyik brazil vagy dél-amerikai pénzen is megjelennek ezek a kis ferde vonalak, meg csillagok, meg egyebek. Tehát úgy tűnik az euróknak az ábrázolása valamit megmozdított világszerte a pénztervezőkben, és ennek a mintájára rengeteg érem készül, ott is, és itt Európában is, ez tipikusan ilyen, ami egy kicsit úgy emlékeztet a dolgra, de azért mégsem teljesen az. Hát 69 euró, hogy miért 69, azt nem mondom meg. Szerintem mindenki kitalálja. Franciák. Ezek is bordélyházi bárcák mind a kettő. A felső az egy olyan, ami a francia országban magában készült. A dolognak egy sajátos furcsasága, vagy egy kicsit áthallása az a kakas ábrázolás, ugye a korabeli francia pénzeken, ugye ez a 20-as évekről beszélünk, 1920 környékén, nagyjából ilyen formátumú rész 10-20 frankosok voltak, akkoriban nem az aranyak járták egy időben, és mindig megjelent rajta a franciákra utaló galkakas. Na de hát azért a kakasnak erotika szempontjából van egy másik olvasata is, és egy bordélyházi bárcán, ha az történetesen francia és megjelenik egy kakas, akkor nem biztos, hogy mindjárt mindenki a franciáknak, mint galkakasos jelképére gondol a kakas láttán. És hát a franciák nem tudták megtagadni magukat, vagy nem tudták elfojtani a ilyen irányú vágyaikat, de hát a gyarmataikon is nyitottak bordélyházakat, és a gyarmatokon is megjelentek ezek a bárcák. Ugye a gyarmatok zöme, mint például Algérés, az arab nyelvterületre esik, ahol mondjuk ez a fajta megközelítése az erotikának, amit a franciák a bordélyházakban elvártak, az mondjuk egy kicsit más megítélés alá esett vallási okokból. De az biztos, hogy ezt a fajta hagyományt oda is magukkal vitték, és majd itt már lehet látni, hogy a bordélyházaknál a névadásnak is van egy elég sajátos köre, ahol a macska igen sűrűn megjelenik, meg a cica, meg az egyéb ilyen kis szeretnivaló állatka, és ez az érmeken is meg szokott jelenni. Tehát ilyen értelemben ez az ábrázolás hiába nem embert mutat, a maga módján erotikus. Így ez a fekete macskához címzett bordélyháznak a bárcája. Németek. A németeknek egy viszonylag korai darabját lehet fölül látni, az első Frigyes Ágost, nálunk Erős Ágostnak is szokták mondani, Szász királynak egy drezdai dukátja az 1700-as évekből, aminek az elő és hátlapja a Körfiratta Egyetemben tulajdonképpen egy meglehetősen erős erotikus utalást tartalmaz. Amit viszont nem teljesen tudtam lekövetni, az az, hogy ez a motívum, ez végül is Nürnbergben a templomi gyertyapénzeknél, az úgynevezett Dreyereknél is megjelenik, most már egy kicsit némileg más szöveggel. Ugye a gyertyapénzek azok azt szolgálták, hogy ahogy ma is, ha az ember bemegy egy templomba és gyertyát akar gyűjteni, ott van az a kis persé, amibe illik a meghatározott összeget belerakni ahhoz, hogy a gyertyáját elvehesse. Gyakorlatilag ez egy három krajcáros volt abban az időben, úgy látszik, mint elvárt ár, és ezeket a három krajcárosokat lehetett így megváltani, és aztán a gyertyára beváltani. Nem túl egyszerű módszer, de nyilván ennek is megvolt a maga logikája. Minden esetre az ábrázolás, én úgy gondolom, hogy egyértelműen erotikus. Még mindig a németeknél jártunk, itt is ugye az ugrás időben megvan, mint az előbb látható brit terméknél. A németek nagyon büszkék voltak a igen stabil pénzükre, náluk komoly vitát váltott ki, hogy átálljanak-e az euróra. És előtte a bordélyházaknál volt egy ilyen belépő bárca, a Sechsmark, ami ugye az akkori ötmárkásnak a mintájára készült egy hatossal. Hát a másik oldalán már mondjuk egészen más jellegű ábrázás volt, ugye aki emlékszik még erre az időszakra, az ötmárka hátán azon a sas volt a körfelirattal. Ezeknek van egy olyan 7-8 féle változat, ahol különböző pózokban lehet látni szerelmeskedő párokat. És aztán jönnek ezek az úgynevezett astrosex tallérok, amik ugye az égővé jegyeket kísérve mutatnak különböző erotikus ábrázolásokat. Ezeknek is van köze a bordélyházakhoz, de ilyen értelemben ez már egy kicsit távolabbi terület, és azt kell, hogy mondjam, ugye mondtam, hogy a nem művészi érmékről beszélünk. Ugye az előbb látott brit érme, de ezek is, én azt gondolom, hogy nem a művészi ábrázolásnak a csúcsa, így sokkal inkább a rosszabb értelembe vett naturalizmus az, ami a szempont volt az alkotójuknál. És hát ugye a
Amint mondtam, hogy az euró sok mindenkit megihletett arra, hogy mit is kellene pénzformában kiverni, hát ez egy valójában igen nagy sorozat, 32 darabos sorozat, aminek ugye az előlapja egységesen azt írja, hogy ez egy 6 eurós vagy 6 eurós, és hátul pedig 32 féle ábrázolásban erotikus képeket lehet látni. Az euró egyik előnye ugye, amiért bevezették azt, hogy ne kelljen a pénzt váltani. Hát ilyen értelemben innentől kezdve nem lehet nemzeti sajátosságokat megállapítani, hogy ez most német, vagy angol, vagy francia, akinél euró van. Ez elvileg mindenkinél működik. Hanem aztán nem csak a érmeken, vagy a pénzéremnek tűnő dolgokon jelennek meg erotikus utalások, ha már az eurónál tartunk, hanem a bankjegyeknek tűnő tárgyakon is. Ugye tudjuk, hogy 1000 eurós bankjegy nincsen, ha jól tudom, az 500 eurós a legnagyobb, a 300 meg a 600 eurós címlet az meg egyértelmű utalás, megint csak arról, hogy nem valódi pénzről van szó. Hát sok minden el van sütve ezeken a bankjegyeken. Az eurójelzés mondjuk, ami vízjelként is megjelenik rajtuk, az hát eléggé naturalisztikus, de mindenképpen azt kell mondanom erre is, hogy erotikus ábrázolás. Menjünk át az óvilágból az új világba. Hát ahova a britek eljutottak, a bordélyházi hagyományt is magukkal vitték. Itt három különböző korszakból látható bordélyházi bárca van. Baloldalt 1882-ből Dodge Cityből látható egy példány. Engem külön megmosolyogtatott, ami az előlapra alul rá van írva, hogy tilos fegyverrel bemenni a helyiségbe. Aztán mindenki azt gondol erről az áthallás megint, amit akar. Gyakorlatilag, aki egy teljes éjszakát ott megváltott, ezzel tudta igazolni, hogy a bordélyházba bemehet. Egy kevésbé régi időszakban, a 30-as évekből mindjárt több darabot is felvetítettem. Ezek is bordélyházi várcák, egységesen 3 dolláros belépő ellenébe lehetett bejutni. Nyilván ez csak a belépő, tehát a belépés megváltása volt, az egyedi szolgáltatásokért már az ottani árlap szerint kellett fizetni. És aztán a két szélső terület között látható egy másik bárca, ami valószínűleg a 10-20-as évekből származik, egy kicsit igényesebb kidolgozású, ez Madame Boulanger-nek a bordélyházát reklámozza Los Angelesből. Ezt nem tudtam eldönteni, hogy ez reklámbárca vagy rendes belépő. Amerika sok szempontból szerencsés ország volt, a polgárháborútól eltekintve gyakorlatilag ott van egyfajta folytonosság a kormányzásban és a vállalkozásokban is. Ez azt jelenti, hogy meg a pénzben is, ez azt jelenti, hogy ott egy jól menő vállalkozás akár 100 éves, 150 éves múltra is vissza tud tekinteni. Az előbb látható 3 dolláros bárcák egyike egy olyan műintézményhez köthető, ami a napokban is készíti az érmeit, az ott jobbra felül látható. És hogy félre nehessen érteni, hogy miről van szó, de is mondja, hogy Brotel Token, tehát ez tulajdonképpen egy bordélyházi bárca. Ugyancsak bordélyházi bárca, ami középpen van, hát ott mondjuk a naturalisztikusabb ábrázolás helyett inkább egy ilyen gondolattársítás látható. És hát a másik 3 érem az hát nem kimondott a művészi színvonalon, de tulajdonképpen továbbra is az erotikát propagálja a ráírt szöveggel, a rajta látható ábrákkal, ezek is bordélyházakhoz köthetők. Ahogy mutattam fantázia eurót, úgy mutatok egy fantázia dollárt is, egy 6 dollárost. Clinton elnöknek volt egy kalandja, ami elég sokáig borzolta az amerikai kedélyeket. Úgy tűnik, ez sokakat megihletett, azokat is, akik szeretnek bankjegyszerű dolgokat készíteni. Rengeteg erotikus utalás van a bankjegyen. Ha az ember elkezdi végignézegetni, akkor hihetetlen mennyiségű áthallás van. Én azt gondolom, hogy nem érdemes ezt különösebben magyarázni, el kell fölte üldögélni és nézegetni, mert kicsit olyan, mint a gyaloggalap, amikor az ember 5-ször végignézi, mi mindig új poénokkal találkozik rajta, vagy benne. Hát ezek voltak eddig a nem művészi érmék, és akkor most mutatok néhányat a művészi érmék, vagy érmek köréből. Igazából tulajdonképpen
a magam előadás része, ami, és erre mondtam, hogy nem túl nagy az anyag, az itt ér véget, de miután ez a terület, az a terület, amiről eddig beszéltem, ettől azért annyira nem választható el, néhány képet erről is mutatok, és aztán ki tudja, hát egyszer valakinek lesz kedve a művészi érmekről és a művészi érmeken látható erotikáról is egyszer egy előadást tartani. Minden esetre nagyon sokfélére lehet használni a művészi érmeket, ha valamit közölni akarunk az emberrel. Ugye bal felül egy francia alkotónak, Bovinak az Afrodité érme látható, amely igazából azt kell, hogy mondjam, hogyha az erotikáról beszélünk, az a nagyon enyhe, nagyon finom utalásos dolog, ugye ez még a hagyományos ábrázolásokhoz abban az értelemben köthető, hogy bár már egy kicsit akar, de nem elsősorban az erotikus élmény keltésére, mondjam azt, hogy hajt. Ugyanakkor mutatok a müncheni iskolától egy Götz gúnyérmet is. Ugye ez a első világháború utáni időszak, a németek hatalmas sértettségének és frusztráltságának időszaka. A müncheni iskola is ontotta magából a jó nívójú és elsősorban az első világháborús drámájukkal kapcsolatos érmeket, amelyiknek egy egész sajátos kinövése ez itt. Ugye a németek elég nehezen viselték a francia megszállást Elzász-Lotaringiában, illetve az elcsatolt területek és nagy sérelmként szerepeltek a német lélekben, de ezt még tetézte, hogy a franciák elkövették azt, nem gondolom, nem minden teljesen szándékatlanság nélkül, hogy afrikai és közép- és kelet-afrikai katonákat vezényeltek megszállóként német területre, tehát igen nagy mennyiségű fekete katona, illetve afrikai katona jelent meg német területeken. Ez az érem pedig hát ugye a leláncolt, mert ott hátul egyébként az a hölgy, én azt gondolom, nem biztos, hogy talán Németországot akarja megjeleníteni, és egy francia sisakos, hát fallosszhoz láncolva, elő pedig egy fekete katonának a fejét. Tehát ez egy gúnyérem. Aztán itt ugye a művész sajnos nem sikerült kitalálni, de egy egészen erotikus, de kimondottan a művészeti mondandóval felruházott éremről van szó. Tehát itt nem mélyebb tartalmat akar velünk közölni az érem, hanem egyértelműen az erotikára, a szexualitásra helyezi a hangsúlyt. És hát van egy negyedik érem, Philip Nathantól egy másik Afrodité, ami viszont kimondottan a művészi hatáskeltése. Tehát ez az érem, bár erotikus, de nyilván semmiféle obszcén gondolatra vagy egyéb pajzánságra nem kívánja a nézőt hangolni, egyszerűen csak a szépségével próbál megfogni minket. Tehát, mint mondtam, a művészi érmek valószínűleg egy másik előadás témája lehetnének. Én köszönöm a figyelmes meghallgatást, és még utoljára ide raktam egy ugyancsak angol érmét. Az előlapját nem mondhatom, ugyanezt a hölgyet és urat mutatja előről. Ez is némi erotikus tartalommal. Köszönöm a figyelmet. Igen, ez valóban egy olyan téma, amivel rengetegféle megközelítésben lehet foglalkozni, és nagyon sok mindent, ábrázolást elő lehet hozni a valóban művész és nagyon finom kidolgozású tárgyaktól, amikben az erotika olyan nagyon rejtetten van jelen, és tulajdonképpen a nagyon, nagyon durván obszén ábrázolásokig, amik hát ugye a mai pornográf világban már meg se lepődik rajta, mert ezzel rengeteg helyen találkozik az ember, nem feltétlen érmeken, de újságokban, vagy akár az interneten, mikor nem keresi sokszor, akkor is. Úgyhogy köszönöm szépen. Valakinek ezzel kapcsolatban a kérdése, hozzászólása, megjegyzése, tessék. Esetleg nem tudott a pillanat, ismerik én, mert tudod, hogy nekem kedvencem a bárcák. Egyébként én azt gondolom, hogy abszolút nem pornográf egy ilyen jellegű ábrázolása a bárcákon. Nem találtál magyar vonatkozású bárcákat, ami... Hát esetleg ez a bizonyos Rio Peng, igen. Az kerülhetné, de mondjuk az alapvetően szöveges az egész történet, de az mondjuk ebbe a körbe tartozik. Az lehet, hogy van más is, de én hát nem nagyon ismerek, igen.
Mondjuk hát ezek a dolgok, ezek kétségtelen mindig tulajdonképpen kultúrához, kultúra függőek, hogy tulajdonképpen ki mit tart elfogadhatónak ezen a téren, és ki, mi az, ami mondjuk már bántó. Ha mondjuk a görög-római világot veszi az ember, hát mondjuk azok nem voltak prűdek egy percig se. Tehát akár az ábrázolásokat nézi az ember, akár mondjuk a görög-római vígjátékokat. Hát szóval azért, amiket ott mondanak, azokat egy mai irodalmi művek, tehát a magas irodalom kategóriájába tartoznak, de bizony a fordítók többnyire nem merik lefordítani ma azokat a kifejezéseket, amiket abban az időben a római nézőközönség minden további nélkül elfogadott és normálisnak tartott, vagy hogy mondjam. Plautus nem egy agyonda játszott szerző mostanában. De még ha játsszák is, tehát mondjuk én nem olvastam őket eredetibe, tehát olyan görögös, latinos filológusok mondták azt, hogy bizonyottan nagyon, nagyon nem merik lefordítani azt a szöveget, ami ott elhangzik. Egyéb kérdés, hozzászólás? Akkor köszönöm szépen, úgyhogy, és akkor ezzel befejeztük. Kíváncsi vagyok a nézettségünk, milyen lesz ez.